Kontra. Hello, sziasztok! A Kontra Podcast legújabb részében arról beszélgetünk, hogy tényleg veszélyesek-e az időfutam kerékpárok, és veszélyesebb-e velük edzeni, mint a normált országútiakkal. Az ötletet, illetve a témát Bernal sajnálatos balesete, illetve Froome és Pidcock egy-egy nyilatkozata jelentette, mert szerintük, leegyszerűsítve a kérdésre, igenis, illetve hát igen a válasz, Grósz Béla, Lengyel Tomi, szép jó napot az uraknak! Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Sziasztok! Illetve hát Lengyelszon Tamás, olyan Tomi, nálad még Norvégiában mindig fent van a szöges gumi a bringán? Vagy mi a helyzet? Fönn van a téli biciklin, de ma nyárival mentem a -2 fokban. Az már az az idő, amikor a svéd turisták feldobják a kroki papucsot és az újatlan pólót, nem? A helyiek is feldobták, ugye mindenki naptár szerint öltözködik. Megjött a március, azért -2 fokban már karszárban és lábszárban jöttek a versenyzői edzés, és kérdeztem tőlük, hogy mi a különbség a decemberi -2 fok és a márciusi -2 fok között. Szerintük a márciusi az sokkal melegebb. Igen, és ezt a point nem én mondtam. A jegyzőkönyv kedvéért. De ugyanúgy fájt mindenkinek, remélem. Abszolút. De hogyha megint egy szarpoinnal akarnék tovább menni, az, amit Gergő mondott, hogy mi a közös Bernalban, Pidcockban és Froome-ban. Nem szeretik az időfutam kerékpárokat, vagy legalábbis lehet, hogy csak nyilatkozat vagy interjú szintje nem szeretik. Meg az aszfaltot jobban szeretik, mint rajta ülni a bringen. Szóval, amit említettünk a bevezetőben, ugye az apropó az Bernal balesete, január 24, ha felállítunk egy ilyen kis idővonalat, aztán egyébként február 10-e zárójel már otthon volt és járt, jó, ennyivel nem futott, de azért elég jó hírek jöttek róla. Az idézett Pidcocknak is volt egy balesete még tavaly nyáron Andorrában, és aztán Froome kijött, hát nagyjából 2 héttel Bernal balesete után egy, nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de elég extra kis nyilatkozattal mondva, hogy az időfutam kerékpárok veszélyesek, illetve azokkal edzeni közúton veszélyes, az így pontos. Vettel Erik példája. Kihagytuk a sorrendből, de igen, tehát in medias res, ami mi a probléma, vagy van egyáltalán probléma, vagy neked mi a meglátása egyáltalán így erről a témáról, hogy országúton időfutam kerékpárok? Én szerintem abszolút veszélyes, saját tapasztalatból is tudom mondani, meg mivel gyerekeket edzek, ezért napi szinten találkozom ezzel a problémával. Az időfutam kerékpárokon a pozíció olyan, egyszerűen nincs lehetőség fékezni elég gyorsan, és általában a fékek minősége is olyan, hogy hagy kívánni valót maga után. Most talán ezen a hidraulikus fékek bevezetése az időfutam kerékpárokon talán dobni fog valamit, de ez még a piac nagyon-nagyon minimális részét érintette. Tehát hozzánk ez még egy 4-5 év múlva fog legyűrűzni, ha egyszer legyűrűzik esetleg. Tehát az javíthat a fékhatáson, de ez nem segít rajta, ha egy elképesztően nehezen tartható pozícióban könyökölve kell átnyúlni a fékkarhoz. Maga az olyan szinten csökkenti a reakcióidőt, az alatt neki mész bárminek, ha hirtelen kell reagálni. A másik, hogy mivel ugyanebben a hülye pozícióban vagy, az irányváltás is ugyanennyire nehéz, vagy szinte lehetetlen. Nem tudsz gyorsan irányt változtatni, nem tudsz gyorsan fékezni, olyan, mint mobiltelefonnal biciklizni. Tehát nézed a képernyőt, aztán vagy fölnézel, amikor kell, vagy nem. Ehhez még az is hozzájárul, hogy nyilván az embernek az egyensúlya sem olyan. Tehát az időfutam kerékpáron jól ülni és jól tudni kanyarodni meg mindent az időfutam kerékpáról, a specialistának kell lenni, és elképesztő sok időt kell rajta eltölteni. Nagy számok törvénye szerint meg könnyű neki menni bárminek. Egészen más azoknak a versenyzőknek, akik egy nagyvárosban vagy nagyváros közelében élnek, meg a Pino, hogy kint lakik a falu szélén valami mezőn, és kimegy, és néha jön egy traktor, de az is ismeri őt, tehát lehúzódik a mezőre. Azért itt el kell ezt választani, hogy nyilván egy nyílenyes úton ki lehet menni a faluba pályakerékpárral is, de mondjuk egy közepes városban már nem túl ajánlott, vagy olyan országúti szakaszt kell keresni, nem történhet semmi. És amit szerintem nem mondtál, az, hogy, és ugye az egyensúlynál gondoltam, hogy meg fogod említeni, hogy maga a test tömegközéppont, hogy jóval előrébb van egyébként, mint egy normális bringás pozíciónál, és ezáltal ugye a fékutad is kegyetlenül meg tud nőni egy sima bringához képest. Amit nagyon ellenőriznek időfutam kerékpárokon, mondjuk a versenyeken nálunk, az a hátsó fék, mert a többség kiakasztja, ugye, mivel hogy a féket próbálják úgy elhelyezni a kerékpáron, hogy vagy eleve beépítik a vázba, vagy alul van a középrész mögött egy csomó kerékpáron, és annak a kábelezése minden olyan, hogy ez mindent csinál, csak nem fékez. Mivel nagyon nehéz beállítani, meg állandóan szívás van, ezért olyanra állítják, hogy hát épp hogy fékezzen, vagy ne is fékezzen, és akkor ezt rendszeresen szúrópróbaszerűen, vagy inkább rendszeresen most már ellenőrzik, hogy azért meghúzogatják, hogy meg lehet-e vele állni. Nagyon nagy szükség egy időfutam versenyen nincs a fékre, tehát az ember próbálja kimozogni az összes kanyart mindent lendületből,
akik védik az időfutam kerékpárt, azok az abszolút specialisták, akik rengeteg időt töltenek el ezzel, szeretik is, és tudnak is vele kerékpározni, ettől függetlenül a reakcióidő, és a ki tudjon kerülni bárki bármit, az ugyanolyan rossz annak is, aki ügyes az időfutam kerékpáron egyébként. És akkor erre már adódik a kérdés, akkor most mi a megoldás, hogy tessék menni velodromba azt körözgetni, mert ott nem ütnek el? Azt nem segít rajta, hát nyilvánvalóan az egyik része, ha időfutamot szeretnél nyerni, hogy a kanyarokban minél gyorsabb legyél, ne fékezz. Azért láttuk mondjuk Rogličot egy-egy versenyen, hogy hogyan tud hasítani lefelé az időfutam kerékpárral. Az azért már fék is kell. A probléma az időfutam kerékpáron mindig az, hogyha valami váratlan dolog történik. Oldalszél, házak között befúj, tehát ugye nyilvánvalóan a minél az egyenes haladást minél jobban segítő kerekek is, sokkal nagyobb felületek oldalról, tehát a teli kerekek, a magas felnis kerekek elől, ezt megfogja oldalról a szél, az szinte tarthatatlan. Tehát ez egy akkora felület oldalról, ha megfúj a szél két ház között, mondjuk egy körpályán, hogy az ember legyen a talpán, aki megfogja egy olyan pozícióban. Ezzel ez a legnagyobb bukások, lásd Froome, az tipikusan ebből adódott, hogy két ház között egyszer csak odafújt a szél. A másik nagyon nagy probléma, amiről keveset beszélnek, és itt most nem a veszélyességéről van szó, hanem hogy ez egy elképesztően drága és aránytalan versenyszám lett. Ezt úgy értem az aránytalant, hogy akinek nagyon sok pénze van, az nagyon sokat tud rajta fogni. Az aerodinamikán. Akinek van pénze szélcsatornás tesztekre és a legjobb felszerelésre, az sajnos perceket nyer ezzel szó szerint. Most nézegettem egy időfutam versenyt az egyik versenyzőmét, hogy egy ilyen 18 kilométeres időfutamon, ha csak simán 300 watt átlag wattal megy mindenhol föl le, és megváltoztatjuk az aerodinamikát, tehát mondjuk azt, amit mondjuk a egy év alatt fejlesztett kanadai női pályaválogatottól vannak számadataim a néző csapattól, amennyit ők egy év alatt fejlesztettek az aerodinamikán, tehát hogy a légállási együtthatón magyarul csökkentették azt a felületet, ami a széllel úgymond találkozik, az mondjuk egy ilyen időfutamon egy percet jelentene úgy, hogy ugyanezt a teljesítményt adja le, csak az aerodinamikával játszottak. Még nem 24 perc alatt teljesíteni a versenyzőm az időfutamot, 23 alatt, úgyhogy nem lett erősebb, csak mindent belőttünk. De ez üléspozíció, meg ruha? Hát az egész kompletten kerékruha, hát most amit csak tudsz nyilván, igen. Ennyit számít ez, és hát minél magasabb a sebesség, annál inkább nagyobb a spórolás. Tehát ugye a légállás az exponenciálisan nő, ha jól tudom. Hát és ez akkor egy év alatt gyakorlatilag 5% növekedés lenne, amit hogyha mondjuk vadból akarnák kihozni, azért mert egy komplikáltabb művelet lenne. Hát és akkor itt van a következő probléma ezzel, hogy van, akinek alkalmas a test erre, vannak olyan testalkatok, amiket akármit csinálnak vele, nem fognak tudni úgy belőni, mint az, aki alkalmas. Tehát Evenpool például egy nagyon aerodinamikus srác. Vannak, akik ráadásul elképesztő mennyiségű időt kell ezzel eltölteni. Ugye nem véletlen, hogy egy Jumbónak több versenyzőről is tesztbábú van, amiben van a szélcsatornában, és azon kísérleteznek ruhát, pozíciót, ezt, azt, amazt, a 3D nyomtatott Dumoulin klónok, meg Geroglics klónok. Ezzel nem lehet felvenni a versenyt azoknak, akinek ennek nincs lehetősége. Innentől kezdve elég értelmetlené válik a versenyszám. Sajnos, akik viszont azt mondják, hogy meg kell tartani az időfutam kerékpárt, abban igazuk van, hogy ez már az országúti kerékpárba is begyűrűzött. Tehát pont az Uno X volt nemrég, két napra vagy háromra full kibérelték a pályát Stavangerben, és nem csak az időfutam pozíciót mérték, de már az országútit is. Minden beállítást néztek, hogy mi a legkomfortosabb, leggyorsabb beállítás. Tehát most azt mondod, hogy nem lehet akkor visszapörgetni az idő kerekét, és nem lehet azt mondani, hogy oké, srácok, elveszük az időfutamot, mert akkor gyakorlatilag, amit láttunk, Fugergő ki fogsz javítani, hogy melyik versenyen, de a Ineos-os plattól, vagy plaptól országútin próbálják replikálni ezt a pozíciót. UAE Tour volt szerintem most. Igen, hát meg mindent lehet szabályozni, tehát hogyha bevezetnénk a japán keirin versenyek szabályozását, hogy mindenkinek ugyanaz az acélváz és ugyanaz a ruha és felszerelés, akkor nyilvánvalóan megoldódna ez a kérdés, legalábbis csökkennének a különbségek, viszont az üzleti modell az nem ez, mint a fogadásokra építő japán keirin struktúrában, hanem arról van szó, hogy bizonyos támogatóknak a termékeit használják, ugye a kerékpárgyárak egyre inkább térnek vissza a sportágba, legalábbis a nagyok is támogatják a csapatokat, tehát nekik elemi érdekük, hogy az ő termékeik és speciális termékeik azok használva legyenek. Még ez egy érdekes kérdés, hogy egyébként mekkora volumen tesz ki egyébként az ilyen nagyon időfutam specifikus termékeknek a hányada, mert azért, hogy mondjam, azért időfutam bringákból azért még sosem egyik gyártó sem szedte meg magát.
Igen, viszont elképesztő haszon lehet rajta, mert nagyon-nagyon drágák. Mivel a szabályozás állandóan változik, ezért biztos, hogy gyakrabban kell cserélni. Mondjuk most végig nem nyúlt az UCI ezekhez a dolgokhoz, de szerintem hamarosan hozzá fog megint. A harmadik pedig, hogy mi az, ami vonzó. Ha kiteszel két kerékpárt, akkor mit fognak a látogatók egy expón leginkább megnézni? Azt, amit még nem láttak, ami különleges is. Az időfutam kerékpár az tipikus egy nagyon-nagyon vonzó dolog az emberek számára. Tehát most láthattuk, hogy az ellopott olasz pályakerékpárok, időfutam kerékpárok mekkora nézettséget hoztak, úgymond. Mert hogy különlegesek, szépek, jövőben mutatók, tehát futurisztikusan néznek ki. Szerintem van ebben nagyon nagy marketing is, aminek van értelme. A másik pedig, hogy a piac az nem igazából a hobbi kerékpáros, hanem a hobbi triatlonos. Tehát ez ott hatalmas piaca van. Hát ha belegondolunk, hogy maga az Ironman és a triatlon hobbi része mekkora, akkor azért az egy komoly piac. De azért ott óriási különbség van maga pozícióban, a átlagsebességben, a használt ruházat, mind felszerelést, azért az nagyon-nagyon más. Tehát ugye pont az a baj... Nagyon-nagyon más, de ugyanabba gondolj bele, amit a Rincefi Zsolt az Erge mondott el az órákkal kapcsolatban, ezek nem racionális választások. Azzal mennek a leggyorsabban, akkor azt vesszük meg. Nem baj, hogy te nem 58-al mész, mint a Ganna, csak 38-al. A Ganna azzal tud gyorsan menni, akkor az a leggyorsabb. Vagy a Christian Blumenfeld azzal fog 7 órára bemenni, akkor azzal fog 7 órára bemenni a másik a triatlonnál, hogy nincsenek olyan megkötések, mint az országúti kerékpárban, tehát ott aztán még több aerodinamikai ellen is lehet, amitől úgymond egy komfortosabb pozícióval is kisebb légellenállást lehet elérni. Nincsenek megkötések, nem kell 5 centivel a középrész mögött ülni a nyeregorral, nincsenek meg a hosszak, nincsenek olyan megkötések, hogy nem lehetnek aerodinamikai elemek. Igen, csak pont erre akartam célozni, hogy de ezáltal egy triatlon bringa, majd én nem mondtam, hogy szerintem biztonságosabb egyébként, mint az országút, mert picivel alacsonyabb a sebesség, ugye ez négyzetesen megy fel, ilyen elem ott, olyan elem amott, és hogy valahol azáltal így összeadódik, hogy talán kevésbé kihegyezett, mint egy országúti. Ami egyébként 20-30 kilométeren kell megnyerned a versenyt másodpercekre, vagy egyébként, mit tudom, 3-4,5 órán. Egyrészt igen, másrészt nem, mert a könyöklőtől a félig pont ugyanannyi idő átnyúlni abban a pozícióban, a derekad nem fáj esetleg annyira. A másik, hogy sokkal többen vannak, de szerintem ők még inkább veszélyben vannak. Az igazából zárjuk be a szöget a kéz és a fej között hozta el azt, hogy ugye a följebb emelték az úgymond a könyöklő párnákat, ugye látjátok, mindenkinél iszonyú nagy alátétek vannak, meg most már inkább nyomtatják ezeket a könyöklőket, és így a fejet be lehet húzni a váll közé könnyebben. Ez ugye a lapocka fölmegy, a fejnek bejön, és akkor ezzel a fej kvázi nem lóg ki, mert ugye a fej ez egy nagyon nagy felület, és ha ezt be tudod vinni, úgymond közelebb a kezedhez is be tudod zárni azt, hogy abban a karod és a fejed között keleszkező térben ne menjen bele a szél, akkor ez egy nagyon-nagyon hatékony pozíció. De nagyon sok, ez egy nagyon bonyolult, én nem értek se az áramlást ahhoz, se az aerodinamikához, csak láttam, hogy ki mivel játszik, meg merre fejlődik, meg nyilván beszélek olyan emberekkel, akik ezt fejleszték. Ez egy nem egy jó dolog, nagyon-nagyon költséges dolog, és iszonyú aránytalanná teszi a versenyeket. Nem véletlen, ha megnézitek az elmúlt években, hogy az Ineoson, Jumbón, kicsit a Frances Desjeunesnél mondjuk a Küng, de hogy ugyanez a pár versenyző, aki viszi a prímet ebbe, és ugyanez a pár csapat, aki kimagasló, és ez nem véletlen. Nem csak azért, mert náluk vannak a legjobb versenyzők, hanem ők képesek a legtöbb pénzt arra költeni, hogy előre lépjenek ezekben a fejlesztésekben, akár ruhákban is, tehát a ruha is egy olyan ezt a britek kezdték el isten igazából, de hát azért volt már erre kísérlet az NDK-s időkben is, aztán az olimpián kicsúcsosodott ez most az utolsó, talán nekik itt az elmúlt és a mostani olimpia közötti időszak volt az, ahol a legtöbb fejlesztés történt. Tehát azért vannak ezek az elképesztő világcsúcsok, nem azért, mert az emberiség annyit fejlődött, vagy az emberi teljesítmény annyit fejlődött volna, azért van, mert aerodinamikai szakértők megérkeztek a Forma 1-ből. Mondtad az előbb, hogy tök aránytalanná teszi, hogy milyen lehetőségeik vannak a nagy csapatoknak, meg a kis csapatoknak, mármint a versenyzést, meg a számot szerinted, az nem véletlen, vagy pontosan, hogy véletlen? Hogy egyre kevesebb az időfutam kilométer. Mondok 3 számot, szerintem tök érdekes. Giro, Tour, Vuelta, tehát a 3 darab nagy körverseny. 1992-ben 425 kilométer, ha összeadod az időfutamok hosszát, 10 év múlva 220 kilométer, idén 133. Nem szeretnék, ha azon dőlne el a verseny, hogy egy specialista percekkel agyonverjen mindenkit.
azt szeretnék, ha versenyben dőlne, kerékpár versenyben, és nem űrtechnikában, de láthatjuk, hogy még mindig elképesztő különbség van. Én örülök, hogy csökken ilyen szempontból a táv, az időfutam távja, mert nem dönti el a versenyt végleg, mert ez nagyon meghatározza egy verseny alakulását, hogy egy csapat arra játszhat, hogy mindenképpen az ő embere 2 perccel jobb lesz valahol. Tehát onnantól time management van sokkal inkább, mint versenyzés. Láthattuk, hát az Indurain időszak erről szólt. Mindenkinél jobb volt percekkel, Jan Ullrich mindenkinél jobb volt percekkel, most sorolhatjuk így a nagyon nagy menőket. Nyilván kevésbé számít rövidebb időfutamokkal az, hogy ki milyen ügyesebben, kinek mennyi pénze van itt, tehát aztán tényleg az időt, a pénzt és a technikát emelném ki, de azért hozzáteszem, hogy úgy, ahogy egy Cancellara, egy Küng, vagy a Rogličségi ciliznek az időfutam biciklén, azért az ritka. Tehát azok aztán meg tudják ülni azt a lovat is. Nyilván ez elképesztő sok gyakorlás kérdése is. Van, aki meg abszolút alkalmatlan, hát bukott ezen Rasmussen is Tour de France-ot. Most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a Decathlon Rekathlon programja, tudd meg te is, hogy hogyan tehetsz ezzel a programmal egy fenntarthatóbb jövőért. A Rekathlon egy olyan piac tér jött létre, ahol lehetőséget nyílik eladni a kinőtt, megunt, vagy már nem használt sporteszközeidet. Nyilván, ahol eladni lehet, ott venni is. Ezért lehet, hogy pont itt találsz olyan terméket, amit már mindenhol kerestél, de sehol sem találtál meg eddig. Ha felkeltette az érdeklődésed a Rekathlon program, akkor viszont keresd fel a rekathlon.decathlon.hu weboldalt, és tudd meg, hogy mi érhető el a hozzád legközelebbi áruházban. Eljátszva az ördög ügyvédjét, 89 lemont, istenítjük azt a betót, hogy óriási, hogy 8 másodperc, de hát akkor is ugye technikát hozott be a sportba, időfutam pozíciós isak, US Postalnak a csapat időfutamai. Most őszintén imádjuk nézni, mert hogy mennyire jó szinkronban mozogta, mekkora szervezettség és gyakorlatság volt benne. Most kivesszük ezt? Vagy addig a pontig még jó volt, és csak átestünk így a ló túloldalára? Vagy, tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy amikor a Fignon elvesztett a Tour de France, mert az első, akkor triatlon kormánynak hívott, ez a háromszög alakú könyöklőt fölrakta lemond, az egy akkora újítás volt, ami utána elindította ez az egész a rohamot a technikai fejlesztés felé, és ezt láthattuk. Aubry volt ennek az egyik nagy úttörője, pályán is országúton is először a mosógép alkatrészekből gyártott ráhasonlók a kormányra a rendszere, utána a Superman pozíció, amit aztán betiltottak, és most már egyébként a Superman pozíciót is meghaladtuk légellenállásban. Az az elképesztő, hogy a technikai fejlődés, hiába tiltották be a Superman pozíciót, azt is utolértük. Sajnos ez a fejlesztés, ez egy nagyon jó dolog egyébként, tehát ez nagyon jó dolog, hogy fejlesztenek, nagyon jó dolog, hogy a tudomány beköltözött a sportákba, viszont aránytalaná teszi így a versenyzést. De mondom, ezek nem csak az időfutamon jelentek meg, megjelentek, ugyanúgy az országúti kerékpárokon is. Azért, hogy aerodinamikusabb pozíciót váltsanak fel a versenyzők, megjelentek a keskenyebb kormányok, megjelentek a befelé fordított fékkarok, megjelentek a részsuit, az olyan mezek, már minden versenyzőmnek nekem is olyan van, hogy ők nem kantáros nadrágban és fölül egy mezben indulnak, hanem ez egy zsebes időfutam mez, amin cipzárban elő is le lehet húzni, hogy szellőzön. Tehát minden ilyen az aranemika felé megy, kerekek, milyen kerék, milyen felnészélesség, milyen gumival gördülési ellenállás, de még az is számít, hogy a gumi és a felnészélessége az mennyire azonos, mert az is számít a légellenállás szempontjából. Tehát minden elkezdtek játszani, minden elkezdtek kisletezni, már ahol van pénz. Most pont az egyik magyar versenyzővel volt ugye egy podcast, ahol elmondta, hogy az üdős pozíciója milyen rossz volt, vagy rossz volt, és ezt máshol ezeket a dolgokat már rég profin belőtték olyanok, akik nem csak azt nézték, hogy mi a komfortos, mi a biomechanika legideálisabb, hanem hogy lehet a leggyorsabban kerékpározni. Úgy, hogy közben még ne is rodjon bele a szervezetet, tehát hogy abba a pozícióba. Ez egy nagyon-nagyon nagy lehetőségeket hordoz, és én a saját versenyzőimben is látom, hogy milyen elképesztő különbség, ahogy nő a sebesség, nyilván nagyon sokat számít, hogy milyen pozíció van a versenyző, milyen sisakot választ, milyen formájú sisakot választ. Ez tudomány. Sajnos ez saját szakma lett. Egy nagyon jó példát tudok erre mondani, tavaly a Persson Hagen, aki a junior világbajnokságot nyerte, miért nem indult az időfutamon? Azért nem indult, mert nem költöttek arra, hogy legyen ilyen pozíciója, kerékpárja és mindene. Messze a legnagyobb teljesítményt tudta leadni a junior mezőnyben. 100%-et mindenki látták, hát nyilvánosak a számok. Nem, meg se próbálták.
ahhoz annyi időt kell rajta eltölteni, annyit kell rá költeni, hogy nem foglalkoznak vele. Azért amikor 17 éves gyerekek elkezdenek 3D nyomtatóval kormányokat rendelgetni, meg szélcsatornába járni, akkor szerintem azon azért el kéne gondolkozni, hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, a gazdagabb nemzetek számára billenti a mérleg nyelvét, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. Én látom már nálunk is, hogy nem mindegy, hogy milyen cég termékében kerékpározik az ember, milyen ruhában, gondolok erre, ugyanígy a kerekek. A váz egyébként, maga a váz, az talán a legkevesebb, de minden más elképesztő sokat számít, és maga a pozíció, amikor már 16-17-esen arra edzünk a gyerekekkel, hogy ez a pozíció tartható legyen, és kvázi úgy nyújtjuk a gyerekeket, és úgy edzük, hogy jövőre még aerodinamikus a pozíciót tudjon elérni, mondjuk a legtöbb gyereknél nagyon merev a csípő, és speciálisan a combhajlítóizmok, a csípő feszítőizmok és a combhajlítóizmok, nyilván ezeket speciálisan kell edzeni, hogy minél aerodinamikusabb pozíciót felvehessenek a gyerekek, már akinél lehet, meg amennyire lehet. Ezek nem szép dolgok, és nem jó dolgok egyébként szerintem. Kár, hogy erre megy, ilyen szempontból ez nem javít. Ez meg, hogy ki milyen széles vállal született, ez megint egy olyan dolog, hogy azzal sem nagyon lehet mit csinálni. El lehet törni mindkét kulcsontját, de ezt gondolom nem a vállalható kategória. De pont erre akartam rátérni, hogy valahol ezt az általad felvázolt fegyverkezési harcot még a legmagasabb szintjén a sportnak fogcsikorgatom, hogy meg tudom érteni. De amikor arról beszélünk, hogy juniorban, meg alatta lévő korosztályokban is már egyébként ugye anyu, apu mit tud megvenni, akkor igazából maga a belépési küszöbbe a sportnak, és az, hogy hogyan tud fejlődni is, ugye veszélybe kerül. Abszolút. Én többször beszéltem minden Norvég szövetség kapitánnyal, mint másokkal, akik ezzel a korosztályal foglalkoznak, amivel én főleg. És mi egyértelműen úgy gondoljuk, hogy junior alatt tilos lenne, mondjuk nem, itt mondjuk pont nem is lehet időfutam biciklit használni junior alatt, de juniorban már lehet, de mi juniorra is betiltanánk, és egyébként például a magyarországi junior világkupa versenyen, vagy Nations Cup versenyen sem lehet időfutam biciklit használni, meg egyébként van egy pár junior verseny, ahol direkt úgy írják ki a kiírást, hogy ne lehessen. Ez egyébként egy logisztikai rémálom a csapatok számára, a nagy csapatok számára is, mert az időfutammal nem csak az a baj, hogy nagyon sokat kell dolgozni szezon előtt, hogy minden tökéletes legyen és a pozíció meg legyen, hanem egy elképesztő mennyiségi eszközt, tartalékkerékpárt és mindent kell a versenyzők számára biztosítani, és mondjuk a sportág globalizációjával, mondjuk a közel-kelet rá átruccanni, vagy Amerikába átruccanni időfutam kerékpárokkal, az egy elképesztő extra költség. Hát meg nekem a közel-keleti versenyekről, vagy a világ másik felé rendezett versenyekről a Tour d'Hongrie ugrott be, hogy néha ott is kezdődött időfutammal így a közel múltban. Aztán lehet, hogy ezért engedték el a szervezők, nem tudom, mondjuk ott nagyon rövid volt a táv. Nem, ez egy abszolút kérés, ezt tudom konkrétan, abszolút kérés a csapatok részéről, hogy jaj, hagyd ne kelljen már időfutam biciklit hozni, köszi. Úgy de rendesek vagytok, hogy nincsen időfutam, meg prológ, meg ilyenek, mert az egy plusz kamion, arról nem beszélve, hogy egy időfutamnak egy csapat számára, amikor mondjuk 200 fős mezőny van, és de legyen csak 150, és mindenki percenként indul, és oszd be az étkezését, szállítását a szállásról mindenkinek, akik szét vannak szórva ebbe a szolid 3 órás periódusban, mindenkinek hozzáigazítani az időrendjét, az elképesztő stressz a csapatok számára. Szerintem annál nagyobb stressz nincs. Tehát az mindenkinek külön saját időrendje, saját kerékpárja, külön olyan alkatrészek, amik abszolút egyébként használhatatlanok minden más napon. Mondom, az egy komplett kamion. És nyilván a királyoknak nem egy időfutam bicikliával, hanem mindjárt 2-3, főleg a fontos verseny. Tehát mindent így kb. Négyzetre emeltünk a csapatnál, és a munkaidőt is nem szeretik. Hát ezt nyugodtan meg lehet kérdezni márkit. A Tour de France az más, meg az időfutam világbajnokság más, de ha el kell utazni a Tour de Hongrie-ra, akkor köszönik szépen, nem kérik. És én most pont egy ilyen teljesen off-topic, és hogy már 46. gondolatothoz rácsatlakozó ráeszmélésem volt, amikor néztem a Tirreno képeket, hogy annyira ki van minden számolva, hogy a nagy királyok mögött teljesen megpakolt autókkal mennek, telibringákkal, mert hogy ugye még a visszacsapódó, vagy a, ezt hogy mondják szaknyelven? Leváló. A leváló levegőt is valahogy megpróbálják megfogni és visszafordítani, tehát nem ok nélkül pakolják fel a bringát úgy, mint egy devecseri közhasznú autót. Igen, ez
valami olyasmiről szól, ugye meghozták ezeket a szabályokat, hogy hány méterrel nem lehet a versenyző mögött és előtt menni. Tehát ez még mindig sokkal jobban befolyásolja. Ugye ezt a hollandok kezdték el beméregetni, hogy hogyan hat a sporttól előtt haladó jármű, vagy mögött haladó jármű a teljesítményre, és hát bizony nagyon-nagyon-nagyon erősen hat. Tehát egy 5-6 méterrel valaki előtt menő motoros, az egy elképesztő nagy segítség, de még a mögötte menő is, hiszen az úgymond visszahúzza azok az örvények, amik keletkeznek a versenyző mögött, azok kvázi húzzák vissza a sportolót. Tehát mondjuk, hogyha valaki megy mögötted, akkor te jelentősen gyorsabban tudsz menni, mintha nincs mögötted senki. Tehát ezek miatt megy az autó is minél közelebb, és nem véletlenül ül benne zsűri tag általában a fontosabb időfutamokon, az időfutamokon az autóban, vagy a csapat időfutamokon, hogy ne tudjon közel menni az autó, és egyébként kizárás előtt, ha valaki közel megy. Gondolom, kiszámolták az IMS-nál, hogy nyernek egy pár másodpercet ezzel, de majd ezt is betiltják. Tehát, hogy ezek nagyon jó kísérletek, egyszer-kétszer el lehet sütni, aztán utána meg már nem. Oké, ne legyen időfutam ringa. Menjenek paraszttal. Mi változik szerinted akkor? Gyakorlatilag a halottnak a csók? Nem, de kisebb lesz, könnyebb szabályozni azt, hogy mit lehet és mit nem. Szerintem egy kicsit egyenlőbb lesz a játszótér, nem sokkal, de valamivel egyenlőbb lesz. Akkor is fognak trükközni, tehát láthattuk a Wellens, nem tudom, láttátok-e most a tavaszi versenyeken a Wellensnek a kormányát. Mert nem csak azt, hogy behajlította, hanem beszivacsozta fölül, betekerte a kormány tetejét, és a befordított fékkarral kvázi rábírt könyökölni, vagy rábírt az alkarját támasztani a kormány felső részére. Ezt is biztos, hogy be fogják tiltani. De szerintem ezeket sokkal könnyebb szabályozni, mint az időfutam bringákat. Azt, hogy egyébként, hogy veszélyes edzeni az időfutam kerékpárral, az nagyon jó föl lehet ülni a görgőre, de lehet azon gyakorolni. A versenyen meg le van zárva az út, ha le van. Egyébként pont 2 éve voltunk egy versenyen, ahol pont az én versenyzőm előtt haladó srácot gázolták szemből halára, mert úgy gondolta, hogy nem fog jönni Marika néni megjött, és hát föl se nézett, úgy ment neki az autónak. Tehát, hogy sajnos abban a pozícióban a versenyzők azt gyakorolják a legtöbbször, hogy az út feltestéseket követik. Tehát láthattuk az olimpián is, ahogy a dánok beleromboltak a leszakadó brit versenyzőbe, mert a vonalat követik. Nem néznek föl, mert a fejnek lent kell lenni minél alacsonyabban. Ugye ez volt az oka, nem tudom, megvan-e nektek ez a baleset. És aztán sokáig ment a műsor, hogy most akkor lekörözték, nem körözték a briteket. A lényeg az, hogy emiatt lefelé néz mindenki, és gyakorolják is a srácok, hogy minél többet legyen lent a fejük. Ez nagyon jó, csak ha valami ott áll, vagy kijön, akkor a reakcióidő az nulla. Tehát az nincs reakció, hanem neki menés van. Na, ugye Bernálnál is valószínű ez történt. Ezt mondta is, hogy konkrétan nem látta, tehát egy parkoló buszról beszélünk, amit nem látott. Egyébként én Künktől olvastam egy érdekességet. Ő mondta, hogy próbálja ki mindenki, amikor autót vezet, illetve próbálja ki, idézőjelbe gondolom, ez zárt pályán lenne reális, hogyha 50-nel halad egy sík úton, és az ideális pozíciót, időfutam pozíciót veszi fel, akkor ha nem mozdítja meg a fejét, de szó szerint nem mozdítja meg a fejét, hanem csak a szem golyójával játszik, tehát azzal néz előre, akkor 10-15 métert lát. Ezt arra mondta, hogyha 50-nel mész az autóba, és ezt megpróbálod megcsinálni, az elég félelmetes, ha 10 métert látsz előre, az nagyon kevés, az gyakorlatilag semmi. Hát sőt, én inkább azt mondanám, hogy hajtsd rá fejed a kormányra, és a kormány karimája alatt próbálj fölfelé nézve kipislogni. Tehát egy elképesztően hülye pozícióval, hát ide vezetett a tudomány. Én nagyon remélem, hogy lesz erre szabályozás, és szigorú szabályozás lesz. Bár én azt gondolom, hogy nem nagyon tudnak ezzel már mit csinálni, mert kiszabadult a szellem a palackból, hogy az országúti kerékpároknál is kiszabadult a szellem a palackból. Az üzleti érdek pedig nem az, hogy szabályozzák ezeket. Tehát azzal korlátozod a sporták fejlődését, úgymond. Másrésztről viszont ezt már többször mondtam én is, hogy viszont annyira megnövekedett a sebesség a versenyeken emiatt, hogy sokkal veszélyesebbek lettek a versenyek. Tehát mind megváltozott a versenyzési mód is, hogy minden verseny fontos lett, még a kicsi verseny. Amit régen kis versenynek hívtunk, már nincs olyan. Tehát, hogy nagyobb a hírig minden verseny a győzelemért, és minden versenyző, minden csapat úgy megy a kis versenyekre is, hogy itt most nyerni kell. A másik meg az, hogy a megnőtt sebességek miatt, a redrimika miatt sajnos nagyobb sebességgel történnek a bukások is. Tök mindegy, hogyha le van zárva egyébként egy pálya, vagy nem. Egy Froome-ot ugye, ahogy említetted, egy oldalszél csapta meg úgy abba a pozícióba, hogy esélye nem volt menteni, és úgy törte magát Ripityára. Most nem kell messzire menni, a hétvégi versenyen nagy Alaphilippék elestek, ahogy befújt az oldalszél, megfújta az Alpecinesnek a magas felnéjét, azt már nem fogod meg, és ez egy időfutam kerékpáron meg még durvább, tehát
sokszor van olyan, hogyha nagyon erős oldalszeles szakaszok vannak, nem választ az ember például telikereket, tarthatatlan az úton. Most már lassan belekezdünk abba is, hogy Grand Touron egyáltalán van-e helye egyébként gravel meg macsaköves szakasznak, de ezt szerintem valamikor másra toljuk el, mert... Most kiengedjük, akkor 2 óra múlva sem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést. Azt mondta, hogy kijött a szellem a palacból. Lesz valamilyen megoldás szerinted? Tehát, hogy amit te hallasz így a szakmából, vagy elképzelhetetlen, és ez most itt teljesen harakiri? Hát egyre többen szorgalmazzák. Tehát ezt én azt hittem, hogy már idén lesz szabályozás erről, tehát tavaly, bocsánat, 2021 év végén, hogy jön egy szabályozás erre, legalábbis a junior kategóriába, de nem jött. És nagyon remélem, hogy az idei évben keresztül lehet ezt verni, hogy ez megváltozzon. Én nagyon remélem, hogy jön. Legalábbis az utánpótlás korosztályukban mindenki. Anyagilag sem bírható ez, sehol, itt se. Másrészt pedig értelmesen sokat látom. Én nagyon örülök neki, hogy egy csomó szervező úgy írja ki a versenykírást, hogy nem lehet időfutam kerékpárt használni. Egyébként ezt szintén a szervezők ezt könnyedén megoldhatnák. Ugyanúgy, hogy egy csomó versenyen Közel-Keleten nyitottam, ott megmondják, hogy nem lehet időfutam kerékpárral menni. Ez a kiírás ezen a szakaszon, viszontlátásra. Nyilván ezt a Tour de France-on nem csinálják meg, mert nem biznisz, de egyébként megcsinálhatnák, tehát ugyanúgy kijelenthetnék. Én még 23-as kategóriában is túlzásnak tartom az időfutam kerékpárt, másrészt viszont erre azt mondják a nagyok, és ebben is van valami, hogy utána megkapsz egy versenyzőt, aki nem tud vele menni, és akkor fölkerül profinak, és ott kell megtanítani azzal közlekedni. Tehát egyrészt jó, másrészt nem jó. Én nem erőltetném ezt az egészet, de ez az én privát magánvéleményem. Amúgy Tomi, te láttál olyat, mondjuk a juniorjait között, hogy ismerted az ellenfelet, ismerted a saját versenyzőt, de tudod, hogy nagyjából kb. Ugyanarra képesek, de a másik oldalon az apuka vagy az anyuka jobban tele van, beraktak egy ilyen kereket, egy olyan kereket, és súlyos másodperc különbségek lettek? Nem viccelj, hát a tavalyi junior norvég bajnok, aki most az Androniban van, az nem volt a 10 legjobb versenyző között sehol egész évben. Tehát nekem, ha csak a számokat nézzük, amit nyilvánosságra hoztak, az én versenyzőim közül hát ketten biztos, hogy többet tudnak, ha csak a teljesítményt nézzük. Azt nem tudom, hogy abban a pozícióban le tudnák-e ugyanazt adni, valószínű nem. De ott konkrétan arról van szó, hogy a srácnak van pénze. És a hónapokon, sőt mondhatjuk éveken át, ezzel játszottak, és mindent megvettek, és aerotesting volt, tehát tesztelték az aerodinamikát, mindent, külön úgy választottak alkatrészeket, tehát ők elköltöttek alsóangú 10 millió forintot erre. Csak itt az én véleményem ez kb. Tokkal vonulva. Hát gondolj bele, hogy 7-8-szor volt egy tél alatt fejlesztésen, ahol mérték. Junior versenyző, ő lett a norvég bajnok, nagyon jó, az első kanyarba elesett az EB-n, eltörte a kulcsontját, a VB-re már nem is vitték. Becsülőre kell legyen mondva, hogy még ha megnézed az EB eredményét, az első kanyarba törött kulcsonttal ment. Tehát azt nézd meg, hogy hányas átlagot ment még így is. Ő a Trim Holter nevű srác, ugye? Hát, és nem akartam nevesíteni, de igen. Igen, de ő nem, tehát ő a mezőny versenyeken ő nem nagyon rúgott labdába sehol. Tehát, de miért egyébként hallgatják a kontrát Norvégiába? Vagy nem, de én nem szeretek így ki teregetni gyerekeket, tehát erről nem egy gyerek, tehát szerencsés, hogy olyan családba született, és másik oldalról pedig mondjuk el, hogy iszonyú energiákat fektetett abban, hogy ő erre fektetett bele mindent, ebbe lehetett jobb, mint a többiek. Az, hogy ennek az anyagi vonzatát az ő szülei, vagy nem tudom ki ilyet tudta állni, az egy másik kérdés. De azért az rengeteg energia ám, hogy ezt gyakorold meg, hajlítgasd magad, hogy az menjen. Na jó, de megint csak nem megbántva már, mint a csapatát, az Androni vitt el, nem a Jumbo. Hát sőt, én nekem erről megvan a vélemény, hogy miért az Androni vitt el, de ez megint egy másik kérdés. Tehát ki vette, vagy vitte, ez egy két nagyon-nagyon különbség. Igen, én podcastben nem látják az arcodat, én láttam és bólogattam, hogy mire gondolsz. Mekkora versenyhátrány ez mondjuk a mostani fiatal generációnak egyébként szerinted? Tehát, hogyha nem lenne ez a nagy specializálódás, akkor mondjuk egy GT menő Walternek, Vettelnek, Dinának jobb esélyei lennének egyébként? Természetesen, hát az időfutamon mindenképp. Ati egyébként, ha összehasonlítjuk a CCC-s pozícióját a Frances Desjeux-vel és a CCC-s időfutam eredményeit a mostanival, akkor szerintem ott a Pinottiék sokkal jobbak voltak ebben, mint most a Frances Desjeux-ben. Mind a mellett, hogy egyébként meg a Küng, meg abszolút egy top versenyző, tehát szerintem nem fektetnek az Attilát kell megkérdezni erről, én úgy tudom, nem fektettek annyi energiát ebbe, hogy beállítsák azt az időfutam kerékpárt, és talán ez lehet az oka annak, hogy lassabban megy az időfutamokon, vagy legalábbis helyezés szerintem adja azt ki, ami a CCC-be azért elég jó
és elég jó eredményeket hozott a cég az időfutamokon. Szerintem ez nagyon sok múlik azon is, hogy mennyi gyakorolsz. Tehát, hogy a pozíció jó, de ha nem gyakorlod, akkor nem vagy hozzászokva ahhoz. Azt tudni kell, hogy teljesen más izmokat mozgatsz. Erőt leadni ezekben az elképesztő hülye pozíciókban, az nagyon-nagyon nehéz, és nagyon sokat kell gyakorolni ezt, és nagyon sokat kell menni vele ahhoz, hogy az ember képes legyen teljesítményt leadni. És ugye nagy trükk ebben az egészben az összes beállításban, hogy oké, megvan a legaerodinamikusabb pozíció, csak nem tud 150 wattot se lenyomni, 150 wattal se lenyomni a pedált a versenyző. Tehát a legaerodinamikusabb pozíció, ahol a legnagyobb teljesítményt tudja elérni a versenyző, és a legnagyobb sebességet elérni. Tehát az a lényeg, nem az a lényeg, hogy kizárólag minél aeróbb legyen, vagy kizárólag olyan kényelmes legyen a kerékpár, hogy minél nagyobb teljesítményt adjon le, mert az meg nem elég aerodinamikus. Tomi, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy így a messzi Norvégiából megint rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm a lehetőséget. Azért majd szabadon fogunk, hogy mikor lesz ennek az egész sztorinak egy megoldása, de lehet, hogy akkor majd pattintunk egy-két gyerekpesgőt, mert jelenleg most tényleg csak úgy érzem, hogy a kedvenc filmemből a Legény anyából tudnék idézni, hogy Bélaim, ezt túltoltuk, helyzet van. Rátoltuk. Túltoltuk. Rátoltuk. A kérdés csak, hogy ki a Józsi a faluba. Úgyhogy, ha valaki nem látta volna, akkor még mielőtt megosztaná a podcastot, nézze meg a Legény anyát, és alapműveltségű magyar film, utána ossza meg a podcastot, hogyha tetszett, akkor támogassatok minket Patreonon, vigyázzatok magatokra, és menjetek el egy jót pringázni. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok!